Most pedig nagy pontyot fogunk tepsibe megsütni, sütőbe. Még locsoljuk a tepsi, zománcos tepsi alját étolajjal. Nagyon szép hal, ide rátesszük, ezt is kivesszük, itt a feje, így. Majd tépünk még papírt, jelzol el, minden, így. Kivesszük a nagy törzset is. Farkát is. Mindjárt besózzuk. Nagyon nem. Nem sózzuk el, fejét is. Ezt a részét is. Jó, most már be daraboljuk. Tudjuk megfogni. Így. Teszünk bele fokhagymát. Fokhagymát. Szalonnát. Ez kicsúszott. Erről is így. Jó. Megtüszködjük. Belerakjuk. Most már nem ezt. Egyes éles kés. És még ide is teszünk. Hát itt csak bele rászórjuk majd a tetejére. Szalonnát. Így. De még eme felére szórunk egy kis borsot. Lesz kettőre is. Már nagyon erős lesz. Nagyon erős lesz. Így. Erős lesz. Ne legyen nagyon csipős. Borsos. Így ide beletesszük. Még itt ide teszünk szalonnát.
Nem baj, letakarjuk. Oda is neki. Így. A fejébe is teszünk. Úgy jó, megnyomjuk. Megpróbáljuk bevágni, ha bírjuk. Fogod már, mert van bőven. Megteszünk bele szalonnát. Így. Ezt is ide tesszük. Aztán. Na, majd itt. Úgyhogy a másik fele is ide férjen. Hány kilós volt ez a... Hát olyan... Hal. 3-4 kilós. Ebbe is teszünk. Kitaraboljuk csak. Csúszik a kés. És itt megpróbálom inkálni. Oda is teszünk szalonnát. Hogy minél jobban átjárja. Így. Ebbe is teszünk fokhagymát is. Na, elfogyott a szalonna. Még egy kis fokhagymánk az van. Ezt bele tesszük. Így. Igen, megbecsörjük őt. Mi ide erről szórunk egy kis borsot. Erről felére. Így. Kész. Most már pedig letakarjuk alufóliával, és betesszük a sütőbe sülni. És ennek nagyon finomnak kellene. Ez különben foly a mi hal. Betakarjuk is. Forró sütőbe sütjük olyan 35 percig, de majd közben majd megnézzük. Aztán kivesszük pirulni. Előmelegített sütőbe tesszük be. Jó, forró sütő.
jön. Na, kész, ennyi az egész. Most pedig kivesszük a halat a sütőből, mert már mostan meg kell, hogy süljön. Majd meglocsoljuk egy kis olajjal, és akkor még betesszük a sütőbe saját levével így. Nem is tesszük sehova. Talányom, kicsit leragadt a bőre neki, és akkor kívánunk hozzá jó étvágyat. Sült a halunk. Ha tetszik, még ízlik, akkor jelöljenek még bennünket, és lájkoljanak. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!